Folytatjuk a délelőttet, és ahogy már mondtam, komposztálni fogunk, na ha nem is itt igaziból a stúdióban, de azért beszélni tudunk róla. Itt van már velem Szebenyi Péter környezetmérnök a Jön Alapítványtól. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kedves nézőknek! A Jön Alapítványról ejtsünk egy pár szót, mert hogy tőlük érkeztél hozzánk. Mivel foglalkoztok? Mióta működik az alapítvány? Alapvetően az alapítvány fél éve működik, fél éve kerül bejegyzésre. Ennek mozgató rugója az volt, hogy a tavaly január 1-én elkezdtük a hulladékvadász.hu nevű oldalt, ami lényegében arról szól, az embereket rávjuk arra, hogy önkéntes munkában úgymond bejelentsék az illegális hulladéklerakásokat, amit bárhol a környezetben találnak, akár applikációs segítségével, akár az oldalunk online felületén keresztül. És ez olyan sikeres lett, hogy elkezdtünk úgymond rovatosítani az oldalt, és többféle hulladék témájú rovatot indítottunk, ami nagy népszerűségnek övendett, és nézettséget is hozott, és erre úgy gondoltuk, hogy az egész tevékenységet hosszú távon fenntartva bejegyezzünk egy alapítványt, ami most egy fél éve sikeresen be is jegyzett. Említetted, hogy nagyon sok ilyen bejelentés érkezett, ezek, hogyha mondjuk így Budapestet vizsgáljuk, akkor hol vannak ilyen illegális lerakatok? Mert mondjuk az erdőben, én például nem olyan rég a Normafán sétáltam, ott azért úgy tiszta az erdő, ott nincsen sok szemét. Ott nincs, de előfordulhat. Lehet, hogy nem jött még tőlünk, és nem jött hozzánk még bejelentés, de olyan gócpontok, például a Városliget mellett, a Hungária körút aluljáró, felüljárója alatti részen több tonna szemét van most jelen állás szerint is, de igazából bárhol előfordulhatnak illegális szemétlerakatok, akár a szomszédunkban is. Ezeket hogyan tudjátok eltávolítani, vagy kik azok, akik ilyenkor kimennek és összeszedik a hulladékot? Az adónk lényege az, hogy az emberek bejelentsék ezeket a lerakatokat, amiket mi publikálunk az oldalunkon, továbbítjuk az önkormányzatok részére, illetve Facebookos helyi csoportokba az aktivistáink segítségével megosztjuk. Ezáltal nagyon nyilvánosságot kap a probléma, illetve az önkormányzatokat is segítjük ezáltal, hogy a munkájukat úgymond jobban tudják végezni, ezáltal a szemét is hamarabb elkerül a területről. Hogyan tekintesz vissza mondjuk az elmúlt fél évre, mennyire hasznos az alapítvány munkája, milyen sikereket értetek el ebben a kampányban? Legutóbb egy másik televíziónak egy zöld díját nyertük el, pontosabban a második helyzetét. A zöld díj az a civil kategóriában nyertük meg, és ez egy nagy elismerés volt számunkra. Így mindenképpen, mint alapítvány nyertük meg a hulladékvadász hatására. És most pedig egy olyan kampányt indítottatok, hogy ne éges, komposztálj. Erről mit kell tudnunk, ez miért fontos, mit takar ez a mondat? Hát ugye itt az ősz, itt vannak a falevelek, itt fontosabb az utcáinkon, illetve az útjainkon, telkeinken, és sokan azt a megoldást választják, hogy nem komposztálják, hanem vagy elégetik, ami talán a legrosszabb megoldás a mind közül, a másik meg az elszállítás, ami úgymond a legtöbb önkormányzat ingyenesen rendelkezésre bocsát minden lakónak, viszont ennek az a velejárója, hogy azok az autók, amik elviszik ezeket a hulladékos zsákokat, azok rengeteg olyan kibocsátással érnek, van széndioxid kibocsátással érnek, ami károsítja a természetet, a környezetet, tehát minket is. Az égetés ugyebár az meg olyan betegek, például akik aszmásak, azokat az életét teszi tönkre. Az égetésnél még azért talán problémát jelentett ez a csapadék, ami mondjuk itt az elmúlt napokban esik, eső formájában azért nedvesek a falevelek. Hogyha mondjuk nedves falevelet próbálunk meg elégetni, akkor mi lesz abból? Hát mindenképpen olyan égés termék keletkezik, ami az avar nem a tiszta égés se történik meg, hanem egy nedves égése, ami olyan szállópor koncentrációt eredményez, ami abszolút rossz hatása van bárkire. Tehát a égetőre is, a szomszédjára is, és bármelyik közeli lakóra is. Itt már sokat beszéltünk a délelőttben a komposztálásról, már ilyen alapokat át is vettünk, hogy mondjuk a narancshéjat, mondjuk a banánhéjat nem dobáljuk rá a komposztra, ellenben mondjuk a fűnyírásnál keletkezett hulladékot, és akkor ezek szerint a faleveleket is rá lehet tenni. Itt vigyázni kell mondjuk a mennyiségre, vagy korlátlanul rá lehet ömleszteni a komposztra a faleveleket? Arányokra mindenképpen ügyelni kell. Diófalevét szokták sokan seremezni, hogy az tönkre teheti a komposztot. Annak is a mértékével van olykor gond, de akár külön is lehet komposztálni, külön az összes más típusú levéltől a diólevelet. De kicsit hosszabb időig, de azt is lehet komposztálni. Tehát úgy, hogy komposztá válik, a diólevélben olyan fajta alkotóelemek vannak, amik a másféle növényeket növekedés szempontjából károsítják. Nem lesz mondjuk mérgező az a komposzt, ami a diólevélből keletkezik? Azt akkor nagyon külön kellene kezelnünk. Igen, megosztanak a vélemények. Létrehoztunk Facebookon egy csoportot, komposztolok néven,
Ez 3 hét alatt közel 1000 fővel rendelkezik, és ott folyamatos viták vannak a diólevélről. Ennek az az oka, hogy valaki hisz benne, hogy bele lett enne a komposztba, neki működik, úgy véli, de valaki teljesen szöges ellentétével azt mondja, hogy nem, nem szabad beletenni, külön kell komposztálni, lehet, hosszabb idő, de megoldható. Valaki az általánosságban 9 hónapra javasolnak erre. Itt a felvételen az előbb egy úriembert láttunk, ahogy átforgatja a komposztot, meglocsolgatja a komposztot. Ezek miért fontosak, vagy hogyan kell akkor vigyázni a komposztra, hogyan kell gondozni a komposztunkat? A komposzt alapvetően úgy, és a faleveleinkből úgy lesz újból termőföld, hogy az erjedés, ahogy a levelek ott összeérnek, a bizonyos baktériumokat erjednek, illetve erjedés kezdődik, hőfejlődéssel jár, és ha jobban át van mozgatva, akkor az összes levél úgymond komposztá válik. És itt a szárasság, nedvesség egyensúlyára hogyan kell figyelni? Kiszáradhat a komposzt, vagy lehet túl nedves a komposzt? Igen, igen, tehát túlzásba lehet esni, akár kiszáradhat, akár nem. Egyfajta pH értéket meg kell tartani, ez a fajta egyensúlyt, ami végül megfelelő termőtalajt eredményez. Most mondjuk még rádobáljuk a fa leveleket a kertből a komposztra, de mi a helyzet télen? Télen is ugyanúgy a megszokott menetben mehet a komposztnak az élete, vagy ilyenkor őt is pihentetni kell, téli álmot alszik a komposzt is? Hát érdemes akkor is rotálni, hogy folyamatosan legyen mozgatva a komposzt. Vannak olyan komposzt technológiák viszont, amik úgymond komposzt kazánnak neveznek, amiben különböző csöveket helyeznek el, és ugye, ahogy mondtam, hőfejlődéssel jár a komposztálás, a hőt el tudják vezetni, és mondjuk üvegházak vagy kis nylonházakba is bevezetik ezt a meleget, és akkor még tovább tudnak úgymond az üvegház alatt termeszteni. A komposztolók oldalatokon, ahogy már mondtad, ott milyen jó tanácsokat kaphat az ember, vagy mik azok, amiket megosztatok a közönségetekkel? Hát alapvetően legutóbb volt egy ilyen posztunk, hogy sokan nem tudják, hogy például a húsevő állatokat, tehát a cicák, macskák többek közt ürülékét nem lehet belekeverni, vagy nem ildomos belekeverni, főként nagy mennyiségben, ugye az arányokat, hogy korábban említettük, és ezt sokan nem tudták. Tehát meg is lepődtek sokan, hogy van ilyen, hogy nem lehet az bele, tehát viszont más, tehát növényi, tehát a kecske, illetve más a házizát, ami növényeket eszik, fogyaszt, azoknak a szikedét lehet belekeverni. Tegnap én is az interneten böngésztem különböző videókat a komposztálásról, és például találtam egy olyat, ahol a banánhéj benne volt a komposztba, és meg is lepődtem, hogy hát ez hogyan lehetséges, hiszen annyiszor mondtuk, hogy a déli gyümölcsöknek a héját nem lehet beletenni. Vannak mégis kivételek, vagy hogyan kerülhetett be a banánhéj a komposztba? Ez hiba, vagy itt valami másról van szó esetleg? Hát hibának nem nevezném, kis mennyiségben, ugye az arányokat említettük, valószínűleg ez elporhad, de hosszabb idő vételik, mint mondjuk egy normál, nem déli gyümölcsé. Vannak még ilyen kritikus kérdések a komposztnál? Itt mondtad már a diólevelet, számomra ez a déli gyümölcs mindig egy kritikus pont. Vannak még ilyen kérdőjelek, vagy kérdések, amikkel mondjuk fordulnak hozzátok? Hát, hogy esetleg mivel lehetne gyorsítani a komposztálást, egyik legjobb módszer mondjuk a kilisztákat teszünk bele. A kiliszták, ahogy átjárják a komposztot, úgy felgyorsítják ennek avarból komposztál, illetve földé való érését. De mi vigyük oda a gilisztákat? Tehát a giliszták nem mennek maguktól a komposztba? Hát idővel biztos megtalálják a helyüket, de célszerűbb, hogy a gyorsítani szeretnénk ténylegesen, így hosszabb, hát hónapokat lehet spórolni vele. Az alapítványról még akkor ejtsünk egy pár szót, vannak-e még terveitek így a jövőre nézve, vagy a téli időszakra nézve készültek-e még újabb kampányokkal? Hát kampányunk, az egyik kampányunk a 4-es komposztály kampány, itt a másik az, hogy a téli időszakban sokszor előfordul az, hogy az emberek akár önhibájukon kívül, vagy akár sajnos erre vannak rászorulva, de hulladékot égetnek. Tehát itt főként nem a gáztüzelésű lakókra gondolok, hanem akik fatüzeléssel melegítik be a lakásukat. A hulladék égetés a legkárosabb dolog a világon szinte, ami közelben, tehát az emberi test közelben található, és ez mindenképp erre szeretnék felhívni a figyelmet, hogy semmiképpen ne égessen senki hulladékot. Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy itt voltál velünk, sok érdekes információt megtudtam, és további jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen!